Csütörtökön délelőtt még a biciklisek is kipróbálták, milyen sima lett a 45-ös főút. A sajtótájékoztató idejére ugyanis lezárták az út melletti kerékpárutat. Így mindenki az úttesten közlekedett. Volt, aki forgalommal szemben. Egy olyan beruházásnak vagyunk a végén, amely úgy gondolom, hogy a térségünknek egy nagyon fontos mérföldköve. Mondta Farkas Sándor országgyűlési képviselő, és hozzátette, a Szentest elkerülő 451-es főút és a városon átvezető 45-ös, közel 20 kilométeres szakaszának megújulása olyan kultúrállapotot hozott létre, amely minden autóst megelégedettséggel tölt el. Majd Kakas Bélával, a Csongrád megyei közgyűlés elnökével, Cirbik Imre polgármesterrel és Hunkó Józseffel, a Magyar Közút Csongrád megyei elnökével együtt hivatalosan is átadták az érintett útszakaszt. A felújítási munkálatok már nyár elején elkezdődtek. A 45-ös főút Kunszentmártonra vezető 13,5 kilométeres szakaszán kicserélték a burkolatot, felújították a vízzel vezető rendszereket, és újra festették az útburkolati jeleket, ahogy a 451-es főút Szentest elkerülő részén, több mint 8 kilométeres szakaszon. A járulékos munkák, a patkaépítés, nemesített patka épült, akkor ilyen esetekben csapadékvíz szikkasztó elvezető árkoknak a tisztítása is szükséges, és miután a burkolati jelek eltávolítása kerültek a marással és újraaszfaltozással, úgynevezett tartós útburkolati jelek kerültek burkolatra, ami annyit jelent, hogy nem kell minden évben újra festeni. A két projekt közel 2 milliárd forintba került, ezt nem uniós támogatásokból, hanem hazai forrásokból biztosították. Az útfelújítási munkákat közel 3 hónap alatt, csúszás nélkül a Duna Aszfalt Kft. Végezte el. A most átadott projekt egy 69 milliárdos komplex útfelújítási program része. Ebből újították fel a Szentes-Gádoros közötti útszakaszt, a Nagytőkei és a Csongrád-Bokrosi bekötőt is. A térségbe ez egy elég komoly fejlesztés. A 451-es útnak a további fejlesztésére megvannak a tervek, megvan szinte minden történet, csak egy hiányzik még a pénz. A Csongrádi Tisza híd kerékpáros barát átalakítására lassan 4 éve vannak érvényes kiviteli tervek. A megvalósítás mégis várat magára. Mikor tudunk biztonsággal elmenni Csongrádra kerékpárral? Biztonsággal most is el lehet menni, de ezt azért szeretném tisztázni. Biztonságosabban, anélkül, hogy ki kelljen menni a 451-es főútra? Igen, ez egy külön program, egy külön terv, amire szintén megvannak a tervek, megvan az elképzelés. Én ezt értem, ezt a kérdést, csak azt nem értem, hogy akkor, amikor az a fejlesztés történt, akkor miért nem történt az úgy meg, mert utólag mindig sokkal nehezebb valamit belepakolni, sokkal nehezebb valamit kiegészíteni, mint egy beruházást, mikor indítunk, akkor megcsinálni. Akkor, amikor az a beruházás indult, akkor kellett volna arra gondolni, hogy ott komoly meg gondolhattak is, gondolom, csak nem jutott rá pénz, el tudom képzelni, nem tudom a részleteket. Most így utólag annak a műszaki kialakítása, hát az egy elég nehéz és bonyolult kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán keresztül menni az útvonalon. Tudom, hogy megvannak rá a tervek, én azt hiszem, hogy ennél azért még lesz sürgetőbb közútfejlesztési program a térségben. Hamarosan uniós forrásokból is újítanak közutakat a megyében, közel 1,8 milliárd forint értékben. Egy Morrahalmi szakasz fog megújulni, egy Sándorfalva Szatymazi szakasz, Dócra bekötő út, és Szegváron található egy 5 számjegyű út, ami az árvízi védekezés szempontjából nagyon fontos, ami a gátra vezető, a kastélytól a gátig tartó út fog megújulni ebből az első projektből. Ez egy elnyelt projekt, ennek most a kiviteli tervezése folyik, és ez jövő évben véletlenül a beruházás is megkezdődik. A megyei topos pályázat második részében Szegvár belterületi útjai és a nagyközséget Mindszenttel összekötő szakasz újul meg, várhatóan 2018-ban.